A fehérvári gyerekek jól tudják, mennyire fontos a méhek élővilága. A Kodály iskola diákjai méhes-mézes műsorukkal ünnepeltek új tornatermükben még korábban. És fontos lenne, hogy ez a tudatos hozzáállás minél többekhez eljusson. Május 20-a a méhek világnapja, melyet az ENSZ tűzött ki, ugyanis 1734. május 20-án született a szlovén származású Anton Jánza. Ő volt az első osztrák méhészeti iskola vezetője. A méhek az élővilág számára nagyon fontosak. Szomorú tendencia azonban, hogy számuk évről évre csökken. Az utóbbi 20 évben elég sok baj érte a beporzó rovarokat. Sokan nem tudják, de az utóbbi 20 évben a vadon élő beporzó fajoknak 40%-a kihalt. Ez egy borzasztó nagy szám, és ez a növényeknek a beporzásában, hogy szerepet játszó rovarokból, ez az állomány, ez kiesett, és hát ezt a házi méheknek a fenntartásával, az ő életüknek a minél jobb segítésével tudjuk fenntartani. Éppen ezért a méhész társadalom célja a prevenció, hiszen, mint azt Antal István mondja, az elmúlt évtized hatalmas kihívások elé állította a méhészeket. Én több mint 30 éve méhészkedem, és hát azt vettem észre, hogy hát az utóbbi 10-15 évben nagyon-nagyon megnehezült a méhészek feladata. Ez lehet a globális felmelegedés miatt is, lehet a túlzott kemikália használata miatt is, de mindig valami újabb probléma jön, és ezeket igyekszünk megoldani, hogy hát a méheknek az állománya az fent tudjon maradni. Éppen ezért egyre több ismeretterjesztő előadást tartanak a városban, egyebek mellett az apiterápiás ház ajtaja is nyitva áll az érdeklődők előtt, hiszen, mint azt a méhészmester mondja, az emberek még mindig keveset tudnak a méhekről, pedig bolygónk egyik legfontosabb élőlényei, nélkülük nem lenne életünk.